First of all, we have closed last year with a profit. I think that's important to mention here, as you have seen some other competitors which still announced losses for 2015. Here we have come out of the red zone already last year, and we show a profit of around 8 billion foreign for 2015. So I think this is a good news that, and shows that we are on the right track and that we came back to profit a little bit earlier than we anticipated. We will also say a few words about the truck program that we plan to offer later on this year. Today we are not offering it yet, but we are working on the implementation, and clearly we will offer that program also to our customers. Then I would say a few words on our strategy implementation. Here we have last year, as you know, downsized also our network. We closed several branches. We are now left with 67 retail branches plus in 12 locations. We also provide private banking services here. So we are concentrating on the major cities rather than on the country side. On the other hand, we are focusing more and more on digital banking as people are not so frequently visiting the branches anymore, and therefore using more their apps on their smartphones and tablets and internet banking in general. So here we are taking some steps on the focus segments. What I apart from the corporate side, what is important to mention is also the premium customers, private banking customers, and also primary customers in all of the cities, the larger city areas that we are concentrating on. So we are definitely not getting out of retail business. We are very much committed to stay a universal bank within corporate and retail together. Magyarországon tartottuk a vezetővállalati banki szerepünket, 11% fölötti piaci részt, a legnagyobbak között tudtunk maradni. Egy olyan évben, amikor egyébként, mint ez elhangzott, a rossz állománynak a tisztítása már zajlott a banknak a mérlegéből intenzíven. Ez azt jelenti, hogy az egész évben végig aktív üzletpolitikát folytattunk a vállalati hitelezési piacon. Nőtt az ügyfélszámunk, jelentős nemzetközi nagyvállalatokat tudhattunk újként is az ügyfeleink között a magyar portfólióban. Részt vettünk a nemzeti banki programokban. Itt látható, hogy 137 milliárdos kihelyezés, 1460 aláírt szerződés jellemezte a tavalyi évet, és a továbbiakban is a program újabb fázisában, illetve a piaci hitelprogramban, ami ugye az SME szektor felé irányul, nagyon aktívan részt kívánunk venni. A stratégia, ami már említésre került, az nem csak a fiók hálózat szűkítéséről szólt, hanem főleg egy koncentrációról, egy fókuszról, ami a célt szegmensekre irányul. Ez a lakossági prémium, a private és a KKV szegmens, és 2015 olyan értelemben is nagyon sikeres volt, hogy mind a három szegmensben jelentős növekedésről tudok beszámolni. A legegyszerűbb azt, hogy mikor a tervezők, mi azt gondoljuk, hogyha a második negyed év végére tudjuk ezt a lehetőséget biztosítani, azt, hogy eddig miért nem foglalkoztunk vele, ezt mi foglalkoztunk vele, arról számoltunk be az előbb, hogy az elmúlt év egy elég nagy stratégiai változásról szólt, úgyhogy egyszerűen lekötötte az erőforrásokat. Per pillanat a jövő héten életbe lépő EU hitelezési direktívának az implementációja szintén leköti az erőforrásokat, de ezzel párhuzamosan dolgozunk ezen a lehetőségen, amit egy pozitív lehetőségnek látjuk, és szeretnénk nyilván csatlakozni. See that the height was practically 2000.
substantially below 100 here at 82% here. And you can see here also our capital. We are well prepared for the future in terms of our capital position. There was a switch of the big majority of that is due to the key, what I said before. This is the AKK repayment of around 80. On the currency side, that Swiss franc practically has disappeared from the balance sheet. There is only a... Ez a szabály, akkor ezt fogjuk követni. Szerintem, hogy lesz lónik. Ugye vezérigazgató ugye nem ütés lett a Markról, lehetne, mert ugye külön értékes lett. Some final discussion going on about the loan reduction. I'm not sure I fully referring to mostly on corporate or on retail side. A szegmensben, tehát olyan az nagyvállalat, középvállalat, SME, projektfinanszíró. 2014-2015-re mint az új kihelyezések, mint a teljesítés.